Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Lendvai Ildikó, az MSP volt elnöke, kezi csókolom, reggelt jó reggelt kívánok. Menjünk vissza egész a parlamenti eseményekhez. Ön több alkalommal volt parlamenti képviselő, ismeri a nagyvilágot, ismeri azt, hogy mi az, hogy obstrukció, ismeri azt, hogy mi az, hogy filibuster. Az angol szászoknál. nem lehet, hogy itt is azt kellett volna csinálni, hogy addig beszélni, ameddig elfárad a kormánypárti képviselő, elalszik, tévedésből kimegy pisilni, és akkor többség van? Erre tett az ellenzék kísérletet, pontosan ez volt, és ekkor történt az, amikor az ülésvezető elnök, aki egyébként a parlament alelnöke Lezsák Sándor, egyszerűen megvonta a szót a parlamenti képviselőktől, mármint az ellenzéki képviselőktől. Kormányzatiaktól nem kellett megvonni, mert nem voltak a teremben az egy Kósa Lajos, meg még egy árva Fideszes képviselőt leszámítva, nem érdekelte őket a saját botrányos törvényük. Tehát az obstrukciós szándékot, de még az értelmes vita szándékát is a házvezetés egyébként a saját házszabályával ellentétben meghiúsította, kikapcsoltatta az ellenzéki képviselők mikrofonját, amiben az a paradox, hogy épp egy túlóra törvényt, a rabszolgatörvény néven elhíresült jogszabályt tárgyalták, és a ház alelnöke nem óhajtott túlórázni. Azt kell mondanom, saját dugájukba dőltek, azért tették késő estére ennek a törvénynek a vitáját, hogy ne legyen média, amelyik figyelemmel tudja kísérni, sőt, ember sem, mert mindenki alszik. De úgy látszik, hogy az alelnök úr elámosodott, és ő nem akart túlórázni, csak a munkavállalóknak kellene. Hát a túlóra az ugye szabadon választott, ha jól értem, a törvényt önként lehet eldönteni, ő akkor nem akart. Álljunk Önek... itt, meg egy picit, bocsánatot kérek. Budapesten. Látják, most kivételesen az elnök asszony mondja, hogy álljunk meg. Halljunk. Igen, nem azért, mert vége a beszélgetésnek, hanem muszáj egy mondatot mondanom. Pesti néző valóban azt gondolhatja, hogy hát Istenem, ha nem írja alá a munkavállaló a papírt, hogy ő, neki többet nem lesz szabad szombatja, mert az évi 400 túlóra az nagyjából ezt jelenti, akkor majd nem kötelezhetik. Képzeljük bele magunkat egy Szabolcsi-Hajdú megyei vagy Borsod megyei kistelepülés lakójába egyetlen munkahely áll rendelkezésre, csak oda visz a busz, örül, ha az van neki. Ha arról van szó, hogy munkanélküli lesz, vagy megőrzi ezt a munkahelyét, akkor alá fogja írni ezt a papírt ha nem volna a munkavállaló bizonyos helyzetekben kiszolgáltatott a munkaadónak, akkor nem volna egyetlen országban sem szükség munkatörvénykönyvre, hiszen akkor megegyeznének. De a világ minden magát demokratikusnak nevező országában van munkatörvénykönyv, méghozzá azért, hogy a munkavállalót megóvja a kiszolgáltatott helyzettől. De szerte a nagyvilágban általában a szakszervezetek szokták az utcára vinni az embereket. Itt a parlamenti képviselők vitték az embereket. E, a, itt és a szakszervezetek vitték utcára. Az első nagy tüntetést ők szervezték, sőt, a későbbiekben is civilek és szakszervezet a szervezők. De annyiban igaz, a pártok csatlakoztak, de annyiban igaza van, nem a hivatalosan bejelentett szervezést, hanem a tartalmat és a motivációt, az indokot illetően, hogy nincs ekkora tömeg az utcán, ha ezt a nem csak antidemokratikus, hanem szerintem a saját szempontjukból is, kormányzati szempontból is ostoba és e, hát saját magukat lából lövő lépést meg nem teszik. Azok a képviselők, akikben, valljuk be, mi is beszéltünk itt sokszor, hogy elfogyott a választói bizalom, hogy azt mondják, hogy csak a pénzért üldögélnek ott, most végre, végre megmutatták, hogy ami fontosabb nekik, mint a meleg, átmelegített parlamenti ö, ö, ülőhely, és a saját fizetésüket, sőt, mint utóbb kiderült, a saját testi épségüket is kockáztatni merték. Ezt én mind értem, de vajon ezt a tömeget, mert a tömeget az utcára vinni, arra azt szokták mondani, hogy na nem nagy big deal, a tömeget karbantartani és utána hazaküldeni, az ám az igazán Ez nagy nehéz, dolog. valóban nehéz feladat. Mert a... nem tudom, hogy mikor volt utoljára katolikus templomba. én éppen tegnap láttam egy TV-felvételt, és ha jól emlékszem, akkor a végén, a celebráló pap azt mondta, hogy a szent mise véget ért, Menjet és menjetek békével. Isten, menjetek hát... békével. Igen. Hasonló... Ez történik. És a ők békével a... mennek? E, és a pap biztos lehet benne, hogy békével mennek? E, a tüntetés szervezők feladata, és ez mindig-mindig elhangzik, a színpadról azt közölni, hogy nem a rendőr az ellenséged, ne dobáld meg a rendőrt, nem a rendőr veje gazdagodott meg Magyarországon, nem a, vev, a rendőr anyukája tart fenn sertéstelepet, mint Kósa képviselő úrnak, és nem a rendőr szavazta meg a rabszolgatörvényt. E, az öt követelés, ami most kiegetszesedett ebben az ellenállási mozgalomban, és amit lehetetlen, hogy a nézőink a köztévéből halljanak, nagy szerencsé, hogy vannak ilyen tévék, mint a heti tévé, ahol azért lehet. Több oldalról is beszélni. Ezek közül az egyik, mindjárt a második úgy szól, hogy a rendőrnek se lehessen fizetetlen túlórája. Hogy ne lehessen azt megcsinálni a rendőrrel sem, ami egész Európában tilos, egész Európában, hogy a hivatalosan előét maximumnál többet dolgoztatják. Ez a tüntetés a rendőrökért is van. Épp ezért a tüntetés szervezőinek, résztvevőinek, nekem magamnak is, én is írom egyfolytában a Facebookra, mondom a, a mellett. Hát nem úgy élőtnek. hallatszott a, a helyszíni közvetítésekből, mint hogyha a rendőröket nem imára hívtak volna a tüntetők, meg a szánkok, amikor repültek feléjük. Kétség meg a... kívül ez az, amit le kell állítani, és ez az, amit úgy tűnik, hogy a tüntetők is egyre jobban megértenek, a folyamatos figyelmeztetés hatására, mert a televíziónál például, pedig ott voltam tegnap, hát nem bent, hanem kint a... Sajnálta, nemosrat. hogy most nem képviselő, és nem lehet bent? Igen. Úgy, úgy elképzeltem volna. Nem vagyok dolna. egy erősakos ember. Dr. Hadházi Ákost és a Szocialisták Parla Európai Parlamenti uh -huh képviselőjét, úgy tűntek, mintha pókemberek lennének a lépcsők külső oldalán. El tudom képzelni, hogy magas sarkú cipőjével. A... Nem. Nyilván nem erre vágyom. Nem egy olyan országra vágyom, ahol a képviselőket, nőket is köztük fizikai erőszakkal. A nők most mint a túlsúlyba lettek volna. Ez Igen. véletlen? Nem, ez szándékos, és nagyon örülök, hogy szóba hozza, mert épp azzal a céllal van összefüggésben, hogy csak békés demonstrációnak van helye. A legnagyobb demonstráción vasárnap szándékosan az volt a felhívás, hogy fehér sapka fehérsel valami fehér legyen az embereken a békés szándék jeléül, és ezért állt az első sorban csupa nő. A fehér sapkás nők az egy új jelképe lett a tüntetésnek. Én innen is arra kérek mindenkit, ha van olyan nézőnk, aki részt vesz a demonstrációkon, vagy fia, lánya, unokája, mert nagyon fiatalok, nagyon fiatal a tömeg, ott van a demonstrációkon, hogy arra intse, hogy menj ki, mondd el a véleményet, de mondd el, és ne dobálással vagy erőszakkal fejezd ki, nem a, nem a rendőrrel harcolsz. Itt már több alkalommal elmondtam, hogy nagyon érdekes volt azt a felvételt látni, amit az első sorokban lévő nem tudok jobb szót rá, mint huligánok, rendbontok, fölborított kukákat és kiszort szemetet, a következő sorok fölállították, és a szemetet visszajezték a kugába és eléretették. Nagyon, nagyon örülök, hogy ezt mondja. A tüntetőknek a normális túlnyomó többsége ma is inkább megfékezni akar egy-két olyan csoportot, amelyik... Ö, most akarja kiélni a béközép hajlamait, de nem ők, nem a béközép, a tüntetők többsége, ők ártanak ennek a Ön azért a földön jár, ünnepek ide vagy Igyek oda, sem. és annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy békével menjenek haza a templomból, mit hoz ez az összefogásban, hisz ideológiailag hatalmas különbségek vannak az ellenzék képviselői között akkor most összegyúrták őket, és az ideológiák ki vannak dobva. Nem, ezt semmiképpen sem szabad uh, kidobni. Én továbbra is úgy gondolom, hogy. Van ugyan, egy percünk még a beszélgetésre. Igen, hogy ugyan a jobbik keresi az útját, meg a legszélsőségesebbek, mintha leváltak volna, de én ma sem tartanék lehetségesnek egy jobbikkal közös kormányt. Ez egy dolog, ez az egyik állítás. A másik állítás pedig az, hogyha egy civil szervezésű tüntetésre oda jön a jobbik is, az nehéz, vagy tulajdonképpen nem is lehet elküldeni. De ma már azokat az eszközöket, ami miatt a jobbikot nem fogadom el, a Fidesz alkalmazza. A Magyar Gárda volt a jobbik legnagyobb. Gastette. Ugyanabból állt felfegyverzett, magántestőrség, azt hiszi, hogy ő a rendőrség. Mi történt tegnap a tévében? Ugyanez. Magántestőrség, és nem a rendőrség, a rendőrt se engedték be, erőszakoskodott képviselőkkel. Ma a Fidesz a jobbik. Kedves nézőim az elmúlt nagyon szűk negyed órában hisz több időt adtunk dr. Hatházi Ákosnak, mint Lendvai Ildikónak. Nem baj, megérdemli, ő ott volt a Láthattuk Lendvai Ildikót a jobbikos zászlók alatt tüntetni. Nem, az ez, MSP zászlók ez alatt ez Ez nem jelenti azt, hogy ideológián változtatott volna, csak többen voltak a jobbikos zászlók, és azért tűnt úgy az objektívan. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre Nem reált. voltak többen, sok zászló volt. Világos, hogy a köztévé kamerája a jobbikos Fotóztat. Kedves nézőim, látják, így lehet teljesen felébreszteni riportalanyainkat. És akkor, most, <laughs> ez következik, igen, ez és akkor igen. most következik a mindentől független híradónk, Pirkadat Extra jön, vendégünk lesz Mohos Gábor, frissen felszentelt püspök, tartsanak velünk.